Vizsgáljuk meg az előzőnek a párját, vagyis egy ideális távvezetéket zárjunk le szakadással, és vizsgáljuk meg a feszültség áram alakulását, illetve az impedancia alakulását. Na most a gamma, az definíció szerint ugye Z2 minusz Z0 per Z2 plusz Z0, csak hogy szakadás esetében a Z2 az végtelenhez tart. Tehát egy végtelen per végtelen típusú mennyiséget kapnánk eredményül, ezért Z2-vel a számlálóban is és a nevezőben is osztunk, ezért azt kapjuk, hogy 1 minusz Z0 per Z2, hogyha a számlálót elosztjuk Z2-vel, és 1 plusz Z0 per Z2, hogyha a nevezőt is elosztjuk Z2-vel. Ugye, hogyha a számlálóban is, meg a nevezőben is ugyanazt a műveletet végezzük, akkor voltaképpen nem tettünk semmit, de számunkra egy kellemes eset állt elő, ugyanis hogyha a Z2 az végtelenhez tart, akkor a Z0 per Z2 az nullához, és ez itt is ki fog esni, tehát 1 per 1-et kapunk, aminek az eredménye az 1. A gamma, mivel ideális a távvezeték, az J-szer beta. Tehát helyettesítsünk vissza, és az előző, a rövid zárhoz nagyon hasonló eredményeket fogunk kapni, csak természetesen pont fordítva a feszültségre és az áramra vonatkozóra. Tehát ez U2 plusz E ad J beta L minusz Z plusz E ad minusz J beta L minusz Z. És látodok, ez pozitív, mind a kettőben ugyanaz a tag szerepel, csak egyszer pozitív, másszor negatív előjellel, tehát látható, hogy ez egy koszinuszos tag lesz, tehát 2U2 plusz koszinusz beta L minusz Z lett ennek a vége. Az áram hasonló, U2 plusz per Z0, E ad J beta L minusz Z, és mínusz, ugye itt szerepel a negatív elő, a gamma értéke 1, és E ad minusz J beta L minusz Z, és a negatív miatt ez színusz lesz, csak ugye egy J2 meg fog jelenni a számlálóban, tehát J2 U2 plusz per Z0, és színusz beta L minusz Z lett ennek a vége. És ez nagyon helyes, hiszen az L minusz Z az a távvezeték végétől mért távolságot is jelentheti, tehát a koszinusz szerint a feszültség a Z egyenlő L helyen maximális lesz, a színusz miatt az áram pedig nulla. És ez a szakadásból következik, egy szakadáson nincs áram, tehát az áram értéke itt a lezárásnál nulla kell, hogy legyen, míg a feszültség értéke a szakadás miatt az maximális. Az előző videón elfelejtettem ezt a bizonyos színusz fi egyenlő E ad J fi minusz E ad minusz J fi per 2 J azonosságot igazolni. Most ezt tegyük meg. Ugye az E ad J fi az egy koszinusz fi plusz J-szer színusz fi, hogyha az Euler alakot átírjuk algebrai alakba, minusz. Az E ad minusz J fi az koszinusz fi minusz J-szer színusz fi alakban írható fel, osztva 2 J-vel, és hogy a zárójelet felbontjuk, akkor látjuk, hogy a koszinusz fi az ki fog esni, a mínusz mínusz pluszot fog adni eredményül, tehát ez 2 J-szer színusz fi per 2 J lesz. És ha 2 J-vel egyszerűsítünk, akkor valóban színusz fi-t kapunk eredményül. Vezessük le a koszinusz fi-t is, a koszinusz fi az pedig E ad J fi plusz E ad mínusz J fi per 2. Tehát hasonlóképp a koszinusz fi plusz J-szer színusz fi lesz az első tag, ehhez hozzáadjuk a koszinusz fi minusz J-szer színusz fi tagot, és osztjuk 2-vel, akkor a J-szer színusz fi fog kiesni, és azt fogjuk kapni, hogy 2 koszinusz fi per 2, a 2-vel egyszerűsítve valóban koszinusz fi-t fogunk kapni. Itt az előjeleknél azt használtuk, hogy a koszinusz fi az páros függvény, tehát a koszinusz fi és a koszinusz mínusz fi az ugyanaz, ez itt látható. A színusz fi páratlan függvény, tehát a színusz fi és a színusz mínusz fi azok ellenkező előjelőek lesznek. Most mielőtt felrajzolnánk ezt a feszültséget és az áramot, hogy maradjon helyünk, a Z-t számoljuk ki, ami ugye az impedancia,
a feszültség és az áram hányadosaként számolható. Tehát itt látható a 2 U2 plusz koszinusz beta L minusz Z osztva J-szer 2 U2 plusz per Z nulla színusz beta L minusz Z. Tehát a feszültségre, illetve az áramra kapott kifejezéseket behelyettesítjük. 2 U2 plusszal lehet egyszerűsíteni. Az 1 per J az minusz J. Tehát azt fogjuk kapni, hogy minusz J szer Z nulla, és a koszinusz per színusz az kotangens beta L minusz Z lesz. Az előző esetben, amikor rövidre zártuk a távvezetéket, akkor tangens függvényt kaptunk, itt pedig kotangens függvényt kapunk. A kotangens függvény a következő kép néz ki. Csak hogy ennek mínusz egyszeresére van szükség, tehát tükrözni kell a vízszintes tengelyre. Erről a függvényről van szó, és az L minusz Z az ugyebár a függőleges tengelyre való tükrözést fogja jelenteni, tehát a függvény, amit használnunk kell, az így fog kinézni. Tehát gyakorlatilag a Z függvénye az most ilyen formát fog ölteni, és természetesen periódikusan ismétlődni fog, és az előbbieket figyelembe véve itt kondenzátorként, itt tekercsként, itt ismét kondenzátorként, majd ismét tekercsként fog viselkedni a távvonal, és ez ismétlődik ebbe az irányba. Tehát rendkívül fontos az, hogy itt ezt a negatív előjelet ne felejtsük el, amiatt alakult így a kotangens függvény, és az L minusz Z az azt jelenti, hogy a távvonal végétől visszafele kell felmérni ezt a bizonyos függvényt, tehát ettől a helytől. Nézzük meg még a feszültségnek és az áramnak az alakulását egy-egy grafikon formájában. Ugye visszafele kell felrajzolni, tehát itt lenne a távvezetéknek a vége, ahol a bizonyos szakadással való lezárás történik, és ábrázoljuk a feszültséget, illetve az áramot, és ebbe az irányba haladunk vissza. Ugye az L minusz Z láthatólag mind a kettőben szerepelni fog. A feszültség, az UZ, az koszinusz függvény szerint alakul, tehát a távvezeték végén, ahol az L minusz Z értéke nulla, ott lesz maximális, és egy koszinuszos függvény szerint visszafelé haladva alakul ez a bizonyos csúcsérték. Tehát ne felejtsük el, hogy ez nem a pillanatérték, hanem helyről helyre a csúcsérték. Egy másik időpillanatban egy ugyanilyen koszinuszos függvényt fogunk kapni, csak éppen az amplitúdója lesz más ennek megfelelően. Tehát ez az időfüggvény lenne, ami azt jelenti, hogy a feszültség hullámzik föl-le, itt pedig le-föl, és gyakorlatilag egy álló hullám jön itt is létre. Tehát rendkívül fontos, hogy itt álló hullámról beszélünk. Az áram, látjuk, hogy színuszfüggvény szerint alakul. A színuszfüggvény értéke itt nulla a távvezeték végén, ahol az L minusz Z az nulla, és visszafelé haladva, ahogy ez a koszinusz alakult, megpróbálom úgy felrajzolni egy színuszfüggvényt véve, és egy másik időpillanatban pedig például ez a színuszfüggvény így jön létre. Tehát ez is hullámzik a színusz függvénynek megfelelően, amikor itt fölfele halad, akkor ezen a részen lefele, majd fordítva, ahogy az idő telik, föl meg le hullámzik a távvezetéken a feszültség is, illetve az áram is. Hogyha állnak ezek a hullámok, tehát a távvezeték mentén álló hullám jön létre, akkor teljesítmény áramlás nem történik, és ez jogos is, hiszen a távvezeték végén szakadás van, aminek az árama nulla, tehát a teljesítménye is nulla, tehát hatásos teljesítmény a generátortól a fogyasztó fele nem áramolhat.